Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. A Mozaik mai adásában arról beszélgetünk, hogy a járványügyi helyzetben sem állt meg az élet a Hotel Sopronban. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a szálloda vezetőasszonyt, Szarjas Tímeát, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Kezdjük azzal, hogy az elmúlt időszakban a Hotel Sopron ismét vendégül látta a női kosárlabda Euróligában szereplő csapatok játékosait, és ez azért is érdekes, mert hogy az egész torna egy buborékrendszerben került lebonyolítása, ahol kimondottan kellett ügyelni a járványügyi szabályokra. De nem ez volt az első alkalom, hogy a női kosárlabda játékosok, a nemzetközi csapatok a Hotel Sopronban vendégeskedtek. Miről tud beszámolni, milyen tapasztalatokkal gazdagodtak az elmúlt időszakban? Hát ez egy különösen nehéz feladat a szálloda számára, hiszen ahogy ön is említette, ezt egy zárt rendszerben kell végrehajtani. Először is az a fontos, hogy ilyenkor a kollégák is ugyanúgy be vannak zárva, mint a kosárlabda többi résztvevői, és hát ugye ők ilyenkor a családjuktól távol vannak, tehát ezt különösen nehéz számukra végig, meg hát sokkal többet kell dolgozni, hiszen elkülönítetten kell kezelnünk a csapatokat, kell kezelni a médiát, a játékvezetőket, és hát ebben az esetben most, amikor utoljára voltunk, 6 helyszínen kellett az ételeket biztosítani számukra, illetve minden lehetőséget, hogy felkészüljenek a meccsre. Ez tehát egy nagyon összetett dolog, és én azt gondolom, hogy az első alkalom lehetett az igazi kihívás, amikor minden szabálynak meg kellett felelni, és ha az jól sikerült, akkor utána tulajdonképpen építkezhettek arra is, ugye? Igen. Ez egy speciális feladat, és ugye ezt a tapasztalatot összegyűjtve, amit előző 2 alkalommal már megszereztük, itt a 3. alkalommal már kicsit könnyebb volt. Könnyebben viselték a kollégák is, rugalmasabban tudtunk alkalmazkodni a különböző helyzetekhez. Ugye minket is ugyanúgy teszteltek, mint a játékosokat és a többi résztvevőket, úgyhogy sokszor korán kellett kelni, későn feküdni. Ezek a kihívások most már sokkal könnyebben mentek. Néhány helyen azt olvastam, hogy tulajdonképpen 6 napig, vagy ameddig a torna tartott, addig talán Sopron és az Euróligához tartozó helyszínek lehettek a legbiztonságosabbak a világban, mert hogy annyira figyeltek valóban a rendes lebonyolítás, és úgy tudom, hogy nem is volt egyébként pozitív teszt, tehát Igen. Nem volt fertőzés. És ez egy óriási dolog, én azt gondolom, hogy teljes stábot elismerés övezi, hogyha egy kicsit a kulisszatitkokba belenézünk, akkor egyáltalán mi mindenre kell figyelni? Ugye gondolom én itt a higiénia, a fertőtlenítés mindenek előtt áll, meg hát az, hogy van egy szabályrendszer, amit követni kell. Igen, minden egyes étkezés után nagyon fontos volt az, hogy a fertőtlenítést végrehajtsuk, és ugye 3-szori étkezésről beszélünk, és az étkezések között nagyon rövid az idő, úgyhogy sokszor volt az, hogy át kellett csoportosítanunk munkaerőket, aki éppen szabad volt, ez besegített abba, hogy ilyenkor a fertőtlenítés meglegyen. Minden állomásnál külön fertőtlenítők voltak, illetve tényleg az abroszoktól elkezdve minden gyorsan kellett cserélnünk, ahhoz, hogy minden tiszta legyen, a székeket fertőtleníteni. Tényleg nagyon vigyáztunk mindenre, és igen, hála Istennek ebbe az utolsó verzióban már nem volt egy fertőzött sem. Ilyenkor egyébként úgy kell elképzelni a Hotel Sopron dolgozóit, hogy ők sem találkozhatnak családi tagokkal, vagy azért van valamilyen olyan könnyebbség, hogy tudjanak dolgozni. Erről egy kicsit meséljen még. Hát ők is ugyanúgy hermetikusan le vannak zárva, mint a többiek, tehát se családtaggal, se gyerekkel, senkivel nem lehet a kapcsolatot tartani. Sőt, ezt egy kicsit úgy kell elképzelni, hogy a szállítók is, akik ugye hozzák a friss árukat, csak úgy hozhatták be, hogy letették az ajtó előtt, megvártuk, míg elmennek, és akkor szedték csak be a kollégák, hogy még véletlenül se találkozunk senki olyan külsőssel, aki által esetleg megfertőzhető. Volna a dolgozók is. Én gratulálok tényleg a teljes stábnak, meg ehhez a nagyszerű szervezéshez. És egy másik kezdeményezés is van, amelyhez csatlakozott a Hotel Sopron, méghozzá a Hotel Hero-hoz. Miről is szól ez a dolog?
A Hotel Hero az tulajdonképpen a Szálloda Szövetségnek egy kis csoportja, amelynek az a feladata, hogy a társadalmi szerepvállalást erősítse a szállodákban, illetve az éttermekben, mert közösen veszünk ebben részt. Több kezdeményezés volt már tavaly ősz óta, mert akkor alakult ez a kis csapat. Mi akkor csatlakoztunk hozzájuk, amikor egy általános iskolába a felújítás után takarítottunk. Ez azért lényeges, ez az általános iskola, mert mozgássérült gyerekeket is fogad, és tulajdonképpen ez az átalakítás erről szólt, hogy az ő mozgásukat megkönnyítse. Most idén elkezdtünk azt, hogy meghatározott adag mennyiségű ételt lefőznek a szállodák, becsomagolják, és akkor kiszállítják a rászorulókra. A rászorulókba a Vöröskereszt segít, hogy ki az, akiket ebben meg tudunk találni, és el tudunk érni, és most március 21-én volt az utolsó ilyen kezdeményezésünk, ahol minden szálloda, aki ehhez csatlakozott, a vidékiek közül konkrétan 9 szálloda, 100 adag ételt főztünk meg, és a Vöröskereszt segített eljutatni őket, már nem őket, hanem az ételeket a megfelelő helyre. Gyakorlatilag a Hotel Sopron stábja kitett magáért, ugye nem teltek haszontalanul az elmúlt hetek és azok a napok, jól sikerültek az ételek, meg elégedettek voltak? Igen, nagyon elégedettek voltak, 50 adag ételt osztottak itt Sopronba, a többit pedig vidékre vitték el. Igen, mi is próbálunk ebben a nehéz helyzetben olyan lehetőségeket találni, amiben segíteni tudunk, hiszen ez is motiválja a kollégákat abba, hogy majd az újraindulásra tetre készen várjuk majd a vendégeket. Ha újraindulást és újra nyitást említett, nagyon-nagyon nehéz megjósolni, hogy mikor lehet újra nyitni, de ha jól tudom, akkor a szálloda vezetősége előtt is több terv van. Ami publikus vagy nyilvános, amiről lehet már beszélni, hangsúlyozom, hogy a mostani helyzetre tekintettel, miről tud beszámolni, mik a tervek? Minden esetben próbálunk igazodni mindig az aktuális adatokhoz, illetve az aktuális kormányrendeletekhez. Igen, ahogy említetted, több verziót dolgoztunk ki, és majd ahogy engedik az adatok, illetve a rendeletek az, hogy mi nyissunk, ahhoz fogunk mi igazodni. Körülbelül olyan május vége, június elejére számítunk arra, hogy ha nem is teljes, de részben nyitás lehetséges, mi ezekre készülünk különböző akciótervekkel, és majd azt húzzuk elő a fiókból, ami éppen aktuális lesz. Az újra nyitás kérdése egyelőre még nyitott, de egyébként ugye nagyon fontos addig is a járványügyi intézkedések betartása, és aki teheti, ugye regisztráljon a védőoltásra, de azt azért elmondhatjuk, hogy a Hotel Sopron, hogyha megtörténik az újra nyitás, akkor készen áll, és a szállodánál az utóbbi időszakban több komoly fejlesztés is megvalósult. Igen, nem mi se tétlenül vártuk ezt az időszakot, hogy elteljen, és várjuk a csodát, hanem próbáltunk előre mutató fejlesztéseket végezni. Mi a tavalyi évben újítottuk fel a medencéket, illetve a konferenciatermünket, meg egy lakosztályt alakítottunk ki, úgyhogy ezeket végeztük el. Többek között még ezen kívül különböző karbantartási munkákat végeztünk, és elmentén próbálunk tovább haladni, tehát ezeket még apróságokat készítgetjük elő, hogy majd, ha jönnek a vendégek, akkor egy nagyon friss, nagyon új szállodával találkozzanak szembe. Illetve úgy hallottam, hogy a wellness részleg ugye teljes kialakításra került, ami, hogyha majd újranyitásra kerül sor, akkor a soprániak előtt is nyitott. Igen. Csodálatos panorámával, mert láttam ilyen képeket, de még nem volt alkalmam mellett. Igen. A harmadik emeleten került kialakítás annak idején a wellness. Ez egy teljesen új terület, és igen, most, hogy a medence is lent ki lett alakítva, a kettőt próbáljuk majd összekapcsolni különböző szolgáltatásokkal. És még egy szakmai vagy személyes kérdés, attól függ, honnan nézzük. Ugye nagyon kíváncsi ilyenkor az ember, hogyha valóban eljön a hőn áhított újranyitás, akkor vajon a kirándulni, utazni vágyók egyből megrohamozzák majd a szállodákat, vagy esetleg visszafogottabb lesz ez a dolog, mert ugye jön a nyár, óhatatlanul ez az időszak a nyaralásoknak. Mondjuk egy szakembernek mi a véleménye erről?
Én azt gondolom, hogy a nyár továbbra is, mint tavaly, a belföldről fog szólni, és azt gondolom, hogy igen, az emberek ki vannak éhezve arra, hogy egy kicsit kimozduljanak, kicsit más csináljanak, meg kicsit elfeledkezzenek erről az elmúlt másfél évről. Úgyhogy mi arra számítunk, hogy valószínű a nyár az egy ugyanolyan erős időszakunk lesz, mint a tavalyi évben volt. Szarjas Tímának, a Hotel Sopran szálloda vezetőjének. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen, további szép napot kívánok. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen önöknek is a kitüntető figyelmet, vigyáznak magukra, jó egészséget, viszontlátásra!